Kis a Podcast. Hírek helyben azonnal. Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, engem Lappincs Leventének hívnak, és hát itt a jó idő, és ilyenkor újra egyre szállnak vízre, hogy vizitúrával töltsék el a szabad idejüket. De van azért jó pár információ, amit nem árt tudni a vizitúrázásról. Ezek megismerésében segít mai vendégünk, Clemens Henrik, a Magyar Vizitúra Szövetség elnöke. Üdvözöllek, Henrik! Ja, szia, Levente, sziasztok! a vizitúráza szerinted sporte vagy nem? Szerintem nem sport, de nyilván sport uh, uh, célnal is lehet túrázni, mint ahogy nyilván rengeteg sportoló túrázik is, vízi sportoló. Alapvetően a vízitúrázás az inkább egy természeti árási forma, talán egy kicsikét más célnal megy ki az ember a vízre. Uh, nem azért megy feltétlenül, hogy mondjuk uh, fizikumot fejleszten, vagy uh, készüljön versenyre, uh, hanem inkább Szórakoztatás, kikapcsolódás, de nyilván a tevékenység miatt sportmozgást végez. Tehát is is egy kicsikét talán más az ideológiája a vizitúrázásnak, mint a sportolásnak. Nekem nagyon sok barátom szokott azzal a kritikával élni, amikor én megyek vizitúrázni, hogy te csak ott csónakázol, tehát abban nincsen semmi nehéz, azért ez nem teljesen igaz, de nyilván itt nem feltétlenül a sportértéke a lényeg a dolgoknak, még akkor sem, hogyha ugye mégiscsak vannak vizitúrás versenyek is, tehát ami nem mondjuk az olimpiai sportágokról beszélünk, mint kajakkenu, hanem, hanem rábalapátolás és társai szintű versenyek. Na persze, ha jól belegondolunk, akkor, akkor a gyalogtúrázásban is van az a szint, amikor már sportteljesítménynek minősül egy magas helyet megmászni, az meddig gyalogtúrázás és mettő sport. Kérdezem, én nyilván itt Magyarországon a vízterületeink azok, főleg az ember ugye úgymond folyás iránynak megegyezően, tehát völgy hajózik, akkor, akkor tökéletesen alkalmasak arra, hogy az ember tudjon csónakázgatni, de azért vannak olyan vízfelületek, vannak olyan túraútvonalak, amiket teljesíteni, az már, az már komoly komoly sport teljesítmény. És hát igen, a, a, túra jellegű versenyeknek pedig most elég nagy hagyományom van Magyarországon. Az meg azért is, mert az egész világon volt hagyománya ennek. A általunk vizitúrázás jellegűnek gondolt sport teljesítmény. Kanadában, Amerikában sokáig versenyeztek úgy, hogy ültek egy kenúban, és evesztek egy oldalra, két oldalra. Valamilyen szinten technikai sport is lehet akkor, hiszen a kormányos szerepen mondjuk egy túrakenúba azért meglovagolni egy kicsit vadabb folyót azért nem egyszerű. Tehát ott azért ügyeskedni is kell. Hát persze, ha most a túra maradunk, például a rába az nagyon jó példa. A rába az nem egy, egy, könnyű víz, tehát nem egy ilyen első randis folyó, úgymond. Főleg az a szakasz, ahol a rába megy. Ott, ott, nagyon sokat számít ha ismereten kívül az evezés technikai is, meg a megfelelő felszerelés. Te hogyan kerültél kapcsolatba a vizitúrázással. Fuha, hát én ugye dulai gyerek vagyok, olyan szempontból, hogy én nulla mellett nőttem, mindig is dula mellett éltem. Ez dula kanyar volt egyébként, dula eszi, aztán látsz, és euh, még a főiskolás éveim elején. Hát akkor mondhatjuk azt, hogy viszonylag későn fertőzött meg téged ez a szenvedély? A, ez a szervezet vízitúrás része, ez igen. Az, hogy gyerekkoromtól kezdve lejártunk a Dunára horgászni, meg kenúval levezgetni, mint ami volt. Tehát, hogyha havernak kajakja volt, akkor kajakoztunk, hogyha kenúja volt, akkor kenúztunk. És pont ezért az akkori párommal jöttünk el egy ilyen szervezetvizitúrára, és akkor megtetszett a, ennek a, az egésznek a hangulata, de leginkább azt tetszett, hogy ezek a túravezető srácok, ezek ilyen nagyon frankó gyerekeknek tűntek. És én is frankó gyerek akartam lenni, mindig is, úgyhogy, úgyhogy ezért indult ez a dolog. És akkor ő, ö, jártam egy-két órára, közben segítettem nekik a weboldaluk fejlesztésében, mert informatikával is foglalkozom most is. Meg Igen, régen. azt azért, hogy pontosítsuk le, hogy te informatikát tanítasz, Györbe, a Gábor Lászlóba. Így van, a Szabóki tagiskolába, egészen pontosan de alapvetően nem vagyok feltétlenül csak pedagógus, közgazdász végzettségem van, meg informatikus végzettségem. A tanítás az, az jött, és szeretem, úgyhogy ezt csinálom már most a 23 éve, de itt oktatóként egyébként, de az alapszakmám az, az amivel mindig is foglalkoztam, úgy komolyabban az az informatika volt, és akkor honlapot csináltam ennek a cégnek, aztán utána milyen nagyobb autókkal jártam, mindig ilyen kis buszokkal, úgyhogy ez adta magát, adta magát, hogy lehet vinni. Menjek a kilenc személyes kis busszal, és akkor így benne ragadtam. Ömrejött, nagyon örülök. És aztán miután mindent szeretek alaposan csinálni, meg jó belásni magamat, így egyre több feladatot vállaltam ott is, máshol is, és aztán így végül is rajtam maradt. Sziget közben mikor jártál el először? Beszéljünk egy kicsit haza. Ez 1999-ben. Ezt eléggé fontosan tudtad. -e? Az jutott eszembe, hogy szerintem a két, hát most lehet, hogy valaki megharagszik rám, de szerintem a két legszebb vízi szakasz Magyarországon a Dunakanyar, és a másik pedig a Szigetköz. Tehát te mind a kettőt talán abszolút, sőt, nem Ö... talán, nem biztos nagyon jól ismered. Igen, jól is ismerem. Hát én a Dunakanyar lőttem fel, de um, és sokat uh, mozgolódtam, meg nagyon sokat jártam le a Szigetközbe egy idő után, nem is tudtam pontosan azt eldönteni, hogy hol vagyok igazán otthon, mert úgy átalakult az életem, hogy egy héten három napot itt voltam, négy napot otthon, vagy, vagy attól függ, hogy hogy alakult az ottani munkarendem. Igen, a Sziget között biztosan a, a vizitúrázásnak a, a felegvára, itt a Sziget között, a tágabb része, tehát itt az a régió biztos vagyok benne, hogy statisztikailag is, bár elég nehéz ilyen statisztikát földeríteni bárhonnan, de a tapasztalat azt mondja, hogy, hogy ide mindenki el akar érni vizitúrázni. Hát Magyarországról biztos, de hogyha azt mondjuk, hogy a felvidékeket is ide számoljuk, már pedig miért ne számolnánk, akkor azt mondom, hogy felvidékről is nagyon-nagyon sokan járnak egyébként a szigetközbe. A másik oldalon, a szlovák oldalon is ott van a szigetköznek, az ágrendszernek ugye a Igen. testvére, a az ágrendszer. Közül. A fentről, őket északról ugyanúgy határolja a kis Dunájuk, mindenkünk, minket délről a Mosonyi Duna. Ennek ellenére tényleg sokan átjárnak. A Dunakanyar az más, a szép látvány. A Duna azért ez egy veszélyes üzem. Én azt gondolom, hogy, hogy itt a sziget közben mindenki megtalálja a neki való... Így dünn, igaz, a kezdőtől a profik. Ugye a Magyar Vizitúra Szövetség elnöke vagy. Mi volt a cél, amikor azt mondtátok, hogy csináljunk egy ilyen szövetséget? Alapvetően az alapításkor közel 60 szervezet vet részt. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Mindig is kívánta ez a vizitúrás közösség, hogy legyen egy szervezet, aki ezt, ezt kicsikét összefogja, pozícionálja, tudja az érdekeket képviselni. Magyarországon a vizitúrázás az érdekes dolog, sokkal több vállalkozás van, túraszervező vállalkozás, mint civil szervezet. Illetve ha nem is több számszerűleg, mert nyilván mármint, hogy vizitúrázással foglalkozó civil szervezet, én nem tekintem a kajekkelú, evezős, sportegyesületeket, vizitúrás egyesületnek is, mert alapvetően nekik más céljuk van, mint, mint egy kifejezetten vizitúrázás céljára alakult. Az tényleg csak a sport? Nyilván eljárnak vizitúrázni, ők is ő, építő elemei a vizitúrás társadalomnak, úgymond, de, de nagy számosságban, akik ő, sokan mert vízre raknak, azok a vállalkozások. Egyenlő vállalkozások, Kft. Bt. kempingek itt a sziget közben, nagyon jó példa. Ö, nagy kempingek, ö, nagyon sok embert vonzanak ide. Ö, innen, hogyha lentről haladunk, ö, Győr felől, akkor ugye ott van Ásványráró legközelebbi. A, talán a leg... most a többiek, majd akik ö, hallják, azok ne sértődjenek meg rajta, vagy nem úgy gondolják. De talán a, az egyik legnagyobb és ö, legjobban működő vizitúrás kemping. De mehetünk följebb, ott van Duna Dunaszigeten, a Pisztrán körék, a... most nem akarok nagyon neveket mondani, és az a lényeg, hanem az, hogy ezek a szervezetek, ezek nagyon sok vizitúrázót raknak vízre. Nagyon sokat. Vannak öreg kempingek, ugye a Vadvíz kemping fönt, vagy a Rönkárász kemping. Ez talán nem is annyira reklám igazándiból, mert nem, a kemping miatt választja az ember a szigetközi vizitúrázást, hanem a víz miatt. És kellett egy ilyen civil szervezet, aki ezeket a szervezeteket kicsit segíti, koordinálja. Miután én mindig ö, itt kocsnyereskedtem az országos vizitúra életbe, ezért ö, adódott a helyzet, hogy hogy ő engem kértek fel, hogy segítsem. Ezt nem beszélve arról, hogy egy korábbi ö, vizitúrázással is foglalkozó civil szervezetnek is az alapítója vagyok, és onnan jött ez a Duna-Régió Viziturisztikai Szövetség, aminek a nevében benne van a viziturisztikai szó, de lényegesen más a működési területe. És hát most már a Vizitura Szövetség közel 70 70 tagot számlál, ezek civil szervezetek, vállalkozások, ilyesmik, tehát nem magánszemélyek, de azt lehet mondani, hogy, hogy nagyjából lefedjük az egész országot. Vannak külföldi tagok is, de uh, itt Magyarországon, aki nincs benne, az előbb-utóbb majd belép. Nem azért, mert ugye muszáj belépni, hanem... Előnyökkel jár. Uh, olyan előnyökkel jár, hogy mi tényleg civilek vagyunk, és ilyen fejjel gondolkodunk. Tehát ez egy érdekképviseleti szervezet, hogyha ha valakinek segítség van szüksége, akkor addig megyünk, amíg meg nem találjuk neki ezt az utat. Én magam is ugye civilként csinálom, minden öt elnökségi tagban mindenki civilként dolgozik ebben, tehát nincs főállású alkalmazottunk. Nem, úgymond nem, nem áll civilek vagyunk olyan szempontból, hogy hogy, hogy, ez a megéletésünk, hanem ez, ez, szerelem mindenkinél. Tehát, hogyha egy egyesület szeretne hozzátok belépni, akkor honlapon keresztül megtalál? Hát, teljesen, teljesen, egyszerű a történet, vizitúra, kötője a szövetség.hu, nyilván nekül nélkül, és ott le lehet tölteni egy jelentkezési űrlapot. Nem bonyolítottuk túl, hogy kézzel kell kitölteni és beszkenneli, visszaküldi, és ennyi. Uh, nyilván, hogyha egyértelmű, hogy vízitúrázással foglalkozó szervezet, akkor, akkor ő az elnökségnek van egy ilyen, egy ilyen, rábólintása. Hogyha olyan keres meg, akitől nem biztos, hogy, hogy ő első körbe kiderül, hogy ő most neki mi is itt a kötődés, akkor kérünk tőlük egy részletesebb bemutatkozást, vagy ilyesmit. És ennyi. És akkor benne vannak a, az adatbázisunkban, működtetünk egy belső levelező listát, egy zárt Facebook csoportot, um, nyilván ez nekünk fontos. Uh, de rengeteg olyan projektet üzemeltetünk, ami meg a vizitúrázókat segíti, irányítgatja jobbra-balra a magyar, magyarvizitúra.hu és társai, ahol információkat lehet szerezni. Térképek, térképek aktuális. aktuálisok, így van, adatbázisok, túraleírások ez olyan, olyan, civil módon, kicsit, kicsit még össze-vissza, nyilván nincs mögöttünk menedzsment, tehát nincs egy, egy HRS csapat, meg egy projektvezető, hanem ki mit tud, azt a rendszerbe. De az az előnye pont ennek, hogy, hogyha valaki szeretne valamit, valami az információhoz jutni, hogy most például ma jött egy ilyen megkeresés, hogy nem tudok-e stég rögzítő csörlőt. Hát mondom, én nem tudok stégrögzítő csörlőt, de beírom a levelező listára, és biztos, hogy öt perc múlva valaki jelezni fogja, hogy van a körösökön, vagy, vagy a dél egy stégrögzítő csörlőt. Csak tehát, akkor ez, tehát akkor ez tulajdonképpen egy ilyen önsegítő fórumként is működik. Igen, hát ő, mint ahogy egy szövetségnek működnie kell. Tehát ugye a nevében menne van az, hogy a tagok azok szövetkeznek egymással. Üm, nincs egy ilyen felső irányításos történet, hanem, hanem meg tényleg próbálunk demokratikusan működni, néha túl demokratikusan is, mert azért egy 70-80 szervezetből álló civil szervezetnél összehozni egy egyhangú döntést, ez nem egyszerű. A demokrácia zsákutcáját. <laughs> Ilyenkor sajnos muszáj. Valahogy próbálkozunk. De ha valaki a neten böngész, akkor talál még hozzád köthető oldalt, portált. Ez pedig a Magyar Vizitúra portál. Igen. Ez egy online újság? Jól értem? Vagy ennek volt ö, fizikai nyomtatott megfelelője is? a ja, hangzalom azt mondom, hogy jó is a kis szerkesztőségének a kellős közepén. Egyébként köszönöm a meghívást, mert az elején ezt nem mondtam. Ö, nem, ez az én szerelem gyerekem még 2008-ból, Uh, gyakorlatilag az ott található bejegyzéseknek a jó részét azt én vagy egy ilyenki csapat hozta össze. Aztán most egy kicsikét kezdelek mások is mozgolódni. Uh, ez egy ilyen ugrópont akart lenni. Régen volt a startlap, mert fiatal vagy még le, valószínűleg nem emlékszem. De emlékszem rá. Sajnos annyira nem. Yeah amikor egy ember, aki még soha nem vizitúrázott, és el akar menni a vizitúrára, és nincsen neki más, csak egy, egy szabad hétvégéje, meg, meg kedve, meg a családja, meg mondjuk pénze, honnan indul el. Még volt a start lap, volt egyszerű, mert ott voltak linkek, felsorol, aztán... Vagy működött, vagy nem. Egészen konkrét, így nézett ki. jó, csak hogy, hogy, az most akkor hol van, keletem vagy nyugaton. egyébként Hernád mellett dolgoznak a srácok. Uh, és akkor így gondoltam, hogy hát kéne csinálni már egy, ilyen, egy ilyen, projektet, mégis nem annyira bonyolult, meg kell venni a nevet, a honlap szerkesztéssel ezzel nincs probléma, már ez már alapból olyan rendszerben működött, hogy nem kellett nekem kézzel kódolgatnom. És akkor elindult egy ilyen, egy ilyen egy hát ilyen fórum, vagy ilyen blogszerűség, aztán így kinőtte magát. Uh, rengeteg info van most már rajta, kicsit átláthatatlan, mert ugye nem, nem volt stratégia, ahogy indult a dolog, hanem éppen ahogy jött, ment, úgyhogy ezt is majd át akarjuk alakítani. Hát, hogyha most oda fölmegy valaki, bárki, aki vizitúrázni akar, akkor nagyjából el tud indulni. A legfontosabb, szükségesebb információkat megtalálja. Volt egyébként ö, ö, egy olyan projekt, ami aminek nem lett a nyomtatott ö, produktuma, de rengeteg, hát rengeteg nem, de egy jó néhány szám megjelent, ez a Vizeljárók magazin. Ö, egy szombathelyéként vízitúrázással foglalkozó, ö, ilyen kedvenc szerkesztős barátom csinálta, ez, ez meg az ő szerelem gyereke volt, egy, egy gyönyörű. Nagyon színvonalas volt, én is ö, tarthattam a kezembe egyszer-kétszer, de aki ismerősöm kölcsön adta, az azt mondta, hogy nagyon gyorsan adjam vissza. Igen, mert, mert néhány, néhány nyomtatott példány jelent csak meg. Ezt se adtuk föl. Még. A, a szövet szerencsére viszonylag jó támogatási lehetőségekkel bírunk. E, ugye a, van a, nem tudom, mondhatom-e, mert Mondja csak, maximum majd kivágjuk. Majd maximum kivágod, igen, de nem, nem nincs miért kivágni. Van az aktív Magyarország ő, államtitkárság, akik ő, tényleg, tényleg ő, a szívükön viselik a, az aktív kikapcsolódásnak, vagy a hát aktív időtöltésnek a sorsát, és ő, hát az ő segítségükkel mi is tudunk továbbadni támogatásokat a szervezeteknek. Mint a Vizitúra Szövetség, és ilyen projekteket tudunk támogatni. És az a jó, hogy ezek olyan támogatások, amit tényleg emberi léptékűek. Tehát nem kell hozzá tízezer fős rendezvényt csinálni, hanem mindenki, aki tud, amit tud, azt megcsinálja, és ahhoz mérten kaphat annyi támogatást, amivel tud ismit kezdeni, el is tud vele számolni, mindenki jó jár. Tehát, tehát épül ez a fajta közösség nem egyről az ötre jutunk, hanem egyről a kettőre, de az így biztonságosabb. Tulajdonképpen És ez ezt... azért is jó, mert akkor a, a lelkes fizitúrázók, akik amúgy is mennének, de időt, anyagiakat ráfordítanak, ők akkor egy kicsit mondjuk úgy, hogy visszakapnak. Persze, ugye először is könnyebb eljutni egy vizitúrára, már nem úgy értem, hogy fizikálisan odaérni, hanem megtalálni a megfelelő információt. Azért a vizitúrázás az összetettebb, időtöltési forma, ott, ott, tudni kell azért nem már tudni evezni. Kicsit a komfortzónádon kívül vagy, mint általában még jobban, mint hogyha gyalog túráznál, mert a víz az, az, egy ingatak közeg, az ember nem érzi magát feltétlenül otthonosan rajta. Hogyha én azt veszem észre, ugye jó magam is üzemeltetek ilyen túra szervező vállalkozást, hogy most az embereknek már nagyon kell a biztonság, és ez a biztonságot az információval lehet megadni. Tehát tehát tudni akarja, hogy mikor kell odaérni, mi fog történni. Mit kell vinni. Mit kell vinni, meddig fog az a dolog történni, mire számíthat. És hogyha én azt mondom, hogy figyeltek ide, 10 órától délután kettőig a combigérő sárba fogunk tapicskolni, akkor az is jó, csak tudják, hogy úgy van. Ugye ezek a kis projektek, ezek a kis fejlesztések, ez mind-mind ez segíti, hogy, hogy a, a túraszervező vállalkozások kicsikét jobban kommunikálnak a vendégeikkel, van valamilyen közös felület, ahol ahol el lehet érni ezeket az infókat. Ugye ez az egész ö, vizitúrás szakma, ez, ez szép lassan kezd összeállni. Volt ennek ugye egy nagyon nagy ö, fellendülés annak idén, a 90-es évek közepén talán, csak ugye sok mindent elkövettek, meg sok mindent történt, ami negatívan hatott erre a nagyon jó kis mozgalomra. de gondolok itt, nyilván hatásos volt bizonyos szempontból, de gondolok itt különböző erőművek létesítésére, illetve folyamszabályozásokra. De akkor egy talán úgy néz hogy, hogy fel kell tetsz halotti mi voltából a magyar vizitúra. Igen. hát itt nyilván, itt adja magát itt a szigetközben közben a Dunának az elterelése. hát azelőtt én nyilván elmondásból tudom csak, a, akik régóta vizitúráznak, ők mesélik, hogy milyen volt a helyzet. Nyilván akkor, amikor, amikor nem volt víz az ágrendszerben, akkor, ő, akkor, nem lehetett vizitúrázni. Ez, ezt a részt akkor éppen kinyírta. Ugyanúgy, mint ő kinyírta a, bocsánat, a szóhasználatért, de hát ez történt. A a tiszai cián Így igaz. De ez oda-vissza hatott, bár, vagy legalábbis a sziget közeli volt, ez a szerencse a szerencsétlenségbe, mert a Tiszán ö, vizitúrázók azok átjöttek ide a sziget közben. Hogyha most ö, ezt a részt akarjuk egy kicsit kivesézni. De az tény és való, hogy ő egy hetes túrákat csinált, ö, több száz, több ezer ember húzódott le a Tiszán, aztán az átjött ide a sziget közre, és mára átalakultak a vizitúrás szokások. Te hány folyót evesztél már meg? Hát nem tudom, itt Magyarországon... Az összeset? Elvesztem mindenhol. Aha, szerintem, ahol, ahol lehetett, ahol elférek kell. Jó, na hát azokat, amik itt vastag a vonalában a térképpel. Mondasz egy top 3 tudnál választani? Top 3-at? Hát az Sziget nem említem, mert ez nyilvánvaló. Nagyon szeretem a nagyon szeretem a Rámát, nagyon szeretem a Drámát, nagyon szeretem a Hernádot. Hogyha mondjuk ezt a hármat kéne sorba rakni, akkor azt mondanám, hogy Dráva, Rába és Hernád. utolsó. Izgalmas folyók. Szerintem nem sértődnek meg. Nagyon izgalmas folyók, viszont ugye lassan-lassan kezdődik a szezon, jó lassan, ugye az időjárástól is függ, és nagyon sok mindenre kell figyelnünk. Nagyon sok barátom mondta azt, amikor meghallgatta a rádióban a vízállás jelentést, hogy az vajon aztán kinek készül? Uh -huh. Nekünk, vizitúrázóknak is. Tehát a vizitúrá tervezésben ugye nagyon fontos, hogy a vízállást nézzük előre, hogy mi várható, de mire kell figyelnünk még? Hát a vízállás az akkor érdekes információ, és nem csak egy adat, hogyha az ember főleg a saját magának nagyon jó helyismerettel szervezi a túrát, mert akkor már tudja, hogy melyik vízállás mit jelent. Ez, én azt tudom mondani, hogy ez legyen a szervező dolga. Most vegyük a legegyszerűbb példát a teljesen kezdőket. A teljesen kezdőknek egyetlen egy dolgot tudok javasolni, hogy keressenek egy szervezett vizitúrát, egy és menjenek el oda. Ez azért jó, mert, amit korábban mondtam, ott pontosan meg fogják mondani, hogy mi, mi fog történni, és mikor. A megfelelő felszerelést kapják Megfelelő hajóba ültetik be őket, megfelelő oktatást kapják, megfelelő útvonalon haladnak. Nyilván józan parasztészeket túrát választani, tehát, hogyha valahol oda van írva, hogy kezdőtnek, nem, hanem gyakorlatnak való, akkor, akkor akkor azt nem érdemes választani. Ha az ember egy szintet lépett már, és ez már oké, okay, és menne egyedül, akkor jön be a képbe, ugye a, a, a mi a vizitúrázóknak az egyik legfontosabb, törvény, szabályozás, ugye ez a hajózási szabályzat, a kötelező felszerelés. Ami egyébként, ha jól emlékszem, tavaly változott is egy-két pont. Tavaly pontban. november 26-án egészen pontosan változott. Ö, ö, nem sokban. Könnyebbettek egy kicsit a mentőmellény ö, ö, hordási, viselési jelenléti szabályok, a szaposoknak a mentőmellény helyett az mellény elfogadása. Ö, ezt az emellett tudja olvasni az interneten. Én inkább azt gondolom, hogy mindig a legnagyobb biztonságra kell törekedni, mindig. Uh, hogyha az ember azt hiszi, hogy ő a császár a császára vizen, akkor is fel kell készülnie a lehető legrosszabbra. Tehát én olyat biztos, hogy nyilvánosan sosem mondanék, hogy ha nem muszáj, akkor ne legyen benne a mentő a hajóban. De a mentő mellény legyen benne a hajóban, uh, a gyereken az úszni nem tudó legyen rajta, hogyha az ember úgy ítéli meg, hogy, hogy, hogy fél, mert olyan vízfelületen levez. Rázósabb a, szóval a helyzet, húszni, akkor jobb, hogyha te Legyen lesz. rajta a mentő Itt persze valaki vitatkozik, hogy hát valamikor nem kell, meg kényelmetlen, igen. Egyébként ez egy kicsit ködös, hogy hol kell, meg hol nem, hogy országos viszony, országos méretben nézzük, ugye például a Tiszán, ott mindenhol kötelező. Az úgy van, hogy a hajózási szabályzat előír egy kötelező mentő viselési rendet a 14 év alatt az úszni nem tudóknak fönn kell legyen a mentő mellény rajta, és mentő mellény. Ebbe is vannak különbségek. Úszás segítő mellény, mentő mellény. Úszássegítő ez a sport mellény, abba könnyű mozogni, de nem életmentő kialakítású. A mentő mellény, életmentő mellény, eszméletlen állapotban föntartja az embert a vízen. Vannak a számok, hogy mekkora fölhajt erő meg Ez a 100 newton egyébként, ez a mentő mellény belépő szintje. Különböző kilókra kitalálva a, a az ez úgy szokta ezt csinálni, hogy, hogy, valahol szigarúkban veszik, valahol kevésbé. én az ő nevükben nem tudok nyilatkozni, a hajózási szabályzat az ország összes vízfelületére érvényes. és az, egy, ez az, az alapszint, amit tartani kell. Én a saját túrái szigorúban szoktam venni. Nálam a 18 év alatti a gyerek, és nem a 14 év alatti. Ami lehet, hogy butaság, de... Jobb félni, mint megijedni. Igen, pontosan. Szervezett sokan vagyunk, nem lehet tudni. Ö, hogyha olyan helyen nevezek, ahol, ahol messze vagyunk a parttól, mert ugye nem a borulása veszélyes, hanem az úszás, vagy az úszás nem tudása, ugye? Ö, és az még nem is számít vizitúrázónak, aki legalább egyszer nem borult az hát, Hogyne. Ha kim vagyunk a Nagy Dunán, ha kim vagyunk olyan helyen, ahol messze van a part, vagy, vagy nehéz a partot elérni, mert gyorsan folyik a víz, akkor, akkor, fölvesz, fölvetettem a mentő mellé mindenkivel. Mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy az az ember, aki nem tud úszni, az nem nagyon akar vízbe menni. Az veszi a mellényt. Általában azok fulladnak meg, ne, egyébként elenyésző baleset van Magyarországon, hosszú évtized statisztikája sem mutatja ki azt, hogy ebből gond lehetne, de az kerül vízbe, aki egyébként maga biztosan érzi magát a vízben. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő olimpikon úszóak akkor azt mondom, hogy én tökre örülök neki, és gratulálok, de most vett fel a mentő mellé, nem volt még ilyen lehet, de ez lenne. Lehet, hogy majd most lesz. Vannak egyéb szabályok is nyilván, a többi az már nem annyira lényeges, de ugye ezek a törvénybe foglaltak. Aztán, ami még fontos, ha az ember magának szervez, hogy nagyjából ismerje, hogy melyik vízfelület milyen, ne akarjon az első saját szervezett túráját mondjuk a rábárat csinálni, mert oda nagyobb helyismeret kell maradjon először a szűk lakókörnyezetében, ott mégiscsak jobban tudja, hol a part, hol a kocsma. Nyilván az is fontos egyébként. A az fontosabb, mint a kocsma általában, nem mindig, hol a bolt. Aztán mehet távolabb, de, de sokáig érdemes azért a túra szervezők segítségét igénybe venni. Ha más nem egy telefonról, hogy figyelj, ide mennénk, jól tudom, hogy nem hozzá, de a legtöbb túra szervező segít. Meg ezeket a internetes oldalakat is érdemes böngészgetni. Nagyon sok folyó, folyó leírás van egyébként Igen. az interneten, amit érdemes megkeresni. Egyszer majd meg lesz ezeknek a nagy összesenje, ahol erre törekszik, hogy egy helye legyen minden, minden, minden. Most egy kicsikét még szalaszéjá vannak, de, de gyorsan megtalálható. Kedves Henrik, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál ránk. A közelgő szezonra pedig sok élménydús és sikeres túrát kívánok. Természetesen várunk vissza ide is. A kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, a viszont hallásra. Kisaföld Podcast. Hírek, helyben, azonnal.